Azok a pozitív népesedési eredmények, amelyeket most már a statisztikákban is láthatunk, nem véletlenek, hiszen a kormány évek óta hozott olyan intézkedéseket, amelyek a családok életét megkönnyítették, a gyermekvállást megkönnyítették mindenki számára. A legfontosabb az, hogy a családi típusú adózás rendszerét bevezettük. Összességében, ha megnézzük, hogy évekkel ezelőtt mennyit adott, mennyit hagyott a költségvetés a családoknál, és mennyi most az összeg, évi 225 milliárd forinttal több marad a családoknál, mint maradt 4-5 évvel ezelőtt. Fontos része ennek a családi típusú adózás, ahol egy átlag jövedelemmel rendelkező 3 gyerekes család most már sem adót, sem járulékot nem fizet. De ha csak azt a részt nézzük, hogy a gyes 3 évre emelése, hogy a harmadik évnyi gyest, amit a szocialisták elvettek, visszaadta ez a kormány, ez önmagában minden családnak 300 000 forint plusz juttatást jelentett. Mindezt kiegészítettük bölcsődépítési programmal, óvodépítési programmal. Ezek az intézkedések összességében eredményezték azt, hogyha kismértékben is, de kezdett lassulni a népességfogyás, és több gyerek születik, mint az előző években.